Köszöntöm a kedves nézőket! A Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból. Rend a Kessler háznál. Önkéntesek a tiszta környezetért. Vélemények a választásról. Sajtótájékoztató a Városházán. Titkok a könyvtárban. Lezárult a nagy sikerű tábor. A hétvégén tűz pusztított a város határában. Alig, hogy sikerült eloltani a lángokat, újra fellángolt a haraszt ezúttal a Fenyves utca felett. A Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője Csépányi Barci Petra elmondta, hogy Tapolca külterületén 5 hektáron égett az avar, ahol a tapolcai önkormányzati tűzoltók mellett badacsonytomai és keszthelyi egységek, illetve az Ábrahámhegyi és a zalahalápsáskai önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltásban. A szóvívő hozzátette, a tűz a közeli Fenyvest is veszélyeztette. A Tapolcai Újság információi szerint a tűz lényegesen kisebb területre terjedt ki, és a lánglovagok pár óra alatt el is oltották az aljnövényzetet. A tapolcai tűzoltók mellett a környékről is érkeztek szakemberek, illetve járművek a város közelében alig néhány száz méternyire pusztító lángok megfékezésére. Ezzel szerencsére nem is akadt gond, a tűzoltók ezúttal is tökéletesen uralták a helyzetet, és fékezték meg a tűz kiterjedését. A helyszínen megtudtuk, mintegy 5-6 hektárnyi aljnövényzet égett le a Tapolcai Fenyves utca közelében, a füves, bokros területen, írja a Városi Újság. Az elmúlt héten kedden hazatértek a Tapolcai Rozsdamarók Veterán Motoros Egyesület tagjai az északi fénytúráról. Az egyesület fennállásának 15. évfordulója, a Csepelművek bezárásának 40. évfordulója alkalmával egy nagyszabású északi túrára vállalkozott Mohos Csaba, Krejcinger István és Senek Balázs. A 10 országon át tartó út során legfontosabb szerepet a kapcsolatépítés, a veterán motoros közösségekkel történő tapasztalatcsere kapta. Kalandokban bővelkedő útjukról hazatérve, sokan várták a három fáradt utazót Tapolcán a főtéren, ahol a barátok gyűrűjében pezsgős locsolással ünnepelték a szerencsés hazatérést. A következő heti adásunkban bővebben is foglalkozunk majd a témával. Már az egészséget is veszélyeztető állapotok uralkodtak az egykor szebb napokat látott Csobánc utcai Kessler villában és annak környékén. Az elmúlt héten szerdán önkéntesek és közmunkások, valamint néhány ott lakó igyekezett az elvadult növényzet és szemét fogságából kiszabadítani a még romjaiban is szép épületet. Történészként már régóta érdekelt ennek az épületnek, a Kessler villának a sorsa. Foglalkozni nagyon nem tudtam vele, csak mint egyszerű tapolcai polgár és a forrásokhoz azért valamennyire hozzáférő személy kutakodtam a történetében. A Kessler családot azt hiszem, ha más nem, legalábbis a nevet minden tapolcai ismeri, nagyon sokat tett a város fejlődésért a 19. század vége, 20. század elején a család. Többek között ezt az épületet is nekik köszönhetjük. Ez egy villa jellegű, egy nagypolgári villa épület, amelyből, hogy úgy mondjam, mondjuk Keszthelyen vagy Balatonfüreden 12 egy tucat, Tapolcán viszont ez az egy van. A Kessler család, az építetők Keszthelyről költöztek ide Tapolcára, és onnan hozták magukkal a mintát, egy olyan vagy ahhoz nagyon hasonló épületet kívántak maguknak emelni itt Tapolcán is. A villa sorsa sajnos a 20. században mondhatjuk úgy, hogy nem alakult kedvezően, és a mai napra eljutottunk egy olyan állapotba, ami már én úgy gondoltam, hogy tűrhetetlen. A történész ilyenkor azért gondolom, hogy szakmai szemmel is kutakodik itt a szemét között. Voltak-e kincsek, akadtak-e már olyanok, amik említésre méltóak? Hát őszintén szóval szívem szerint most a többieket itt hagynám a szemétkupacok között, és bemennék az épületbe, és jó alaposan végigjárnám, hiszen közel 2 évtized telt el azóta, hogy utoljára voltam bent, akkor még nem volt ennyire rossz állapotban az épület, meg az egész ingatlan. De hát természetesen most én is a szemetet hordom a konténerbe a többiekkel együtt, de 2 apró kincs már a kezembe akadt, az épület tetejéről lecsúszott, és szerencsés módon nem összetört cserepeket találtunk a szemétben, amiket félretettem. Hát ha egyszer majd felújításkor jól fognak jönni, és újra fölkerülhetnek az épület tetejére. Az egész úgy kezdődött, hogy a tulajdonosokkal, az örökösökkel, akik egyébként nem is Tapolcán élnek, 2 idős hölgyről beszélünk, felvetem a kapcsolatot, és az engedélyüket kértem arra, hogy bejöhessünk a területre, hiszen ez magánterület. Ők örültek neki, nagyon hálás volt az a hölgy, akivel beszéltem, hiszen nekik sem erejük, sem pénzük, sem lehetőség nincs arra, hogy rendbe tegyék ezt a történelmi is jelentős villát.
Hát ugye láthatjuk, hogy itt egyrészt a természet próbálja visszavenni azt, amit valamikor az ember elhódított tőle, de mi sokkal fontosabb, hogy itt a lomizás, mint életforma, ennek a maradványait próbáljuk felszámolni. És hát ugye ennek ezekkel a következményekkel az egész városnak szembesülnie kell, ahol lomispiac működik, ott a környezet szennyezés és az illegális hulladék elhelyezés hatalmas méreteket ölt. Nem kevés logisztika kellett ahhoz, hogy ezt a mai napot megszervezzék, kiket kellett megmozgatni? Hát önkénteseket is vártunk a mai napra, illetve Tapolca városnak közmunkásainak a segítségét vesszük igénybe, és itt a környékből is már ketten csatlakoztak hozzánk, bizonyítva mindazt, hogyha összefog egy közösség, akkor semmi sem lehetetlen. Mi lesz a sorsa az épületnek? Lehet-e erről bármit tudni? Hát, mint mondottam, magántulajdonban van, és hogyha most a személyes véleményem is elmondhatom, akkor ugye erre az épületre több 10 millió forintot, sőt, lehet, hogy egy sokkal nagyobb számjegyű összeget is lehetne költeni, hogy eredet pompájába állítsuk vissza. Viszont maga a környezet, az épületet körül lakók magatartása olyan, aminek ez lett az eredménye, hogy becsésünk szerint olyan 200-300 köbméternyi lakossági kommunális hulladék és a lombizásból származó hulladék van itt. Tetszett látni, hogy lebontották a bástyát, elhordtak mindent, ami elhordható. Az épületből az ablaktokokat, a zsalugátert, mindent, a parkettát felszedték, mindent kifosztottak. Hát egészen addig, még ezzel a társadalmi jelenséggel, ami a munkakerülésről, az ügyeskedésről, a lomizásról, az írott és íratlan együttélés szabályának megszegéséről szól, addig komolyabb összeget fordítani erre az épületre kár, viszont itt már olyan közegészségügyi állapotok voltak, hiszen itt használt pelenka, emberi ürülék, ételmaradék, veszélyes hulladék, minden ide van ömlesztve, hogy kénytelenek voltunk lépni, és jó érzésű ember ezt nem nézheti tétlenül. Az NHS Tapolca egy konténert felajánlott, a másik konténert pedig kifizetjük mi, hiszen ez nagyon drága mulatság elhelyezni egy 30 köbméterrel megtelt szemetes edényzetet, úgyhogy ezúton is köszönjük azoknak, akik támogatták ezt az akciónkat. Hatalmas munkába kezdtek itt a lakóhelyük környékén. Mit szóltak mindehhez, amikor reggel meghallották a zajokat? Hát csodálkoztunk, eléggé csodálkoztunk, kíváncsi voltam, mi ez a zaj. Kijöttem, hál' Isten, a polgármester úr, találkoztam vele is segítségével, és kérte a segítségemet. Én, mint nem dolgozó, nem itt dolgozó cégem belüli, mint segítőkéz. Jöttem önkéntesként csatlakozni. Önkéntesként, igen, segíteni a város nevében. Hát van mit, mert nagyon szemetes a környék. Mit szól ehhez? Sajnos eléggé le van rombolva itt az egész terület. Hát nem tudok mit szólni hozzá. Elég csúnya a látvány ez így. Talán most már jobb lesz, szebb lesz, vigyázni fognak rá talán. Az önök, akik itt laknak, azért biztosan látták, hogy sokan járnak ide, hordanak ide szemetet. Nem tették szóvá? Sajnos az itt lakók tették le ide, nem hordták ide, hanem az itt lakók. Évek során a lomik idő alatt nem a lomiba tették le, hanem ide a házak környékére hordták be a szemetet. Sajnos ez történt itt. Hát reméljük, hogy nem lesz most már ez. Mit gondolom, meg tudják őrizni majd a rendet, meg a tisztaságot? Hát én remélem, hogy megmarad. És hogy én leszek az első, aki itt meglássa, ha meglátom azt, hogy valaki valamit lerak, én hívok rendőrt egyszerre. Tehát nem lehet ez itt az utcában. Ez egy nagyon csúnya, hogy mondjam, egy roma utca, egy cigány utca. Telibe kilátszik, hogy egy cigány utca a szemét végett. A város szégyene volt az utca. Kedden délután sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Téma az időközi önkormányzati választással kapcsolatos álláspontok függetlenség témában. Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait. Tapolcai időközi önkormányzati választásokkal kapcsolatban szeretnénk néhány témában tájékoztatni a megjelenteket. Én Tapolcváros polgármestere szeretném elmondani, hogy bízom abban, hogy a választók megfontolt és józan döntést hoznak majd, és egy egységes testülettel tudunk nekiállni az előttünk lévő időszaknak, hiszen fontos egy város életében, hogy ne csak a város külső arculata, hanem a belső lelki világa, tehát a testület is egységes és szilárd legyen. Azért szeretném ezt, mert nem sokkal a választások előtt, mint egy hónappal ezelőtt egy sikertelen testületi ülést tartottunk, ahol a várost hajdan 16 évig vezető fideszes képviselőtársaim nem jelentek meg, és destruktív módon megakadályozták azt, hogy a képviselőtestület olyan döntéseket tudjon hozni, ami egyébként őket is érintette, hiszen olyan
változásokról és olyan költségvetési módosításokról kellett volna dönteni, aminek egy részét ők kérték, ők nyújtották be a módosításokat, és még ezt sem voltak hajlandók megszavazni. Ezért szeretném fölhívni minden józanon gondolkodó választópolgár figyelmét arra, hogy a választás napján, augusztus 30-án józan döntés hozzon, és segítsen minket abban, hogy a megkezdett munkát tovább tudjuk folytatni. A testterületi munka akadályozása egyébként szerintem az egyik legvégső formája annak, ha valakinek nincsenek érvei, nincsenek gondolatai, és csak ellenkezni próbál azokkal, akik viszont dolgozni szeretnének. Úgy látom egyébként, hogy sok esetben a Fidesz és a Fideszhez köthető jelöltek időviharba kerültek. Most például a stranddal kapcsolatban ők szeretnék újraindítani az építkezést. Jelentem, az építkezés elkezdődött. Ebben a pillanatban a kútnak a bélelése történik, és az interjút követően, vagy a sajtótájékoztatót követően 2 nap múlva a munkagépek nekiállnak kiásni az alapokat, és megindul a munka. Azért mondom, hogy időviharba kerültek, mert megfordították az időmenetét. Hát mi próbáljuk az ő romjaikat eltakarítani, mi dolgozunk helyettük, 16 évig nem történt semmi, és nekik most hirtelen fontos lett az, ami 16 évig nem volt fontos, és 16 évig nem érdekelte őket. Hát ezt betudom annak, hogy az ő politikai irányultságuk ilyen, hiszen hogyha ez valóban fontos lett volna, akkor 16 éven keresztül nagyon sok mindent tudtak volna tenni azért, hogy ma minden tapolcai élvezhesse azt, ami jár neki, élvezhesse a strandot, és élvezhesse Tapolcváros adottságait, ez a termálvíz, a melegvíz, ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Attól a perctől kezdve, hogy a jelöltet a választókerületi elnök mutatja be első körben és elsőként, onnantól fogva nem független a jelölt. A jelöltek függetlenségéről még annyit szeretnék elmondani, hogy mivel a szórólapjaikon rendszeresen rajta van a Fidesz-KDNP logója, mögötte a Fidesz-KDNP csapata áll, mind humán erőforrás tekintetében, mind anyagi forrás tekintetében. A szórólapjaiknak az üzenetei is hasonlóak az előző kampányokhoz szorosan kapcsolódnak, és egy nagyon érdekes momentumot vettem észre a mai nap megjelent kampányanyagukból, az így szól, és az érdekesség most következik, aktív ágyakat Tapolcára, mondja ezt a Fidesz-KDNP által támogatott független jelölt, akinek a frakció vezetője aktívan, még egyszer mondom, aktívan részt vett a kórházi ágyak, az aktív kórházi ágyak megszüntetésében, mind belgyógyászat, mind sebészet tekintetében. Közelmúltban megszűnt éjszakai gyógyszertári ügyelet visszaállítása. 3 hónapja szűnt meg, nem is szűnt meg, csak lecsökkentették az ügyeleti ellátást a gyógyszertárba, ahol a megyében több városban, Pápán, Sümegen, Ajkán is megszűnt ez az elmúlt időszakban. Én egy hónapja egyeztetéseket kezdtem az Arany Mozsár Patika tulajdonosával, akinek Bécsben is van gyógyszertára, hajlandóak egy együttműködésre, megoldási lehetőségeket is adtak. Én kérdezem ezeket a képviselő jelölteket, hogy miért nem ajánlották fel mind az aktív ágyaknak a megtartásában, mind a gyógyszertári ügyelet visszaállításában a segítségüket. 2012-ben hol voltak a független jelöltek, amikor meg lehetett volna akadályozni az aktív ágyak megszüntetését? Ezért mondom azt, hogy a Fidesz-KDNP által támogatott független jelöltek nem függetlenek. Azt én megértem, hogy a Fidesz miért nem állít ki jelölteket, mert maga a párt, az országos politikája olyan szintre süllyedt, hogy nem mernek pártlógó alatt jelölteket kiállítani. Felszólítom ezért a Fidesz-KDNP-t, hogy álljon ki az árnyék mögül, lépjen ki a színre és valljon színt, illetve a jelölteket, hogy vállalják-e a Fidesz országos politikáját, vagy ugyanabba a korrupcióba süllyednek, amiben az országos Fidesz politikája. Polgármester úr elmondta azt, hogy egy egységes városvezetésre van szükség, ennek a városvezetésnek adni kell 5 évet arra, hogy bebizonyítsa azokat a törekvéseket, amit zászlójára tűzött. Én úgy gondolom, hogy ezek az elképzelések megvalósíthatók, és ez rendíteni fel a város életét, mint gazdaságilag, mint turisztikailag. Sok-sok titokkal lettek gazdagabbak azok a gyerekek, akik részt vettek az elmúlt héten titok témakörben megrendezett gyermekkönyvtári táborban. Kameránkkal a zárónapon jártunk.
A Vas Albert Könyvtár és Múzeum ismét megrendezte hagyományos nyári táborát. Az idén a titok köré tornyosultak a kérdések, a játékok, a válaszok, a vetélkedők. A gyerekek elsőtől negyedik osztályos korig vehettek részt ebben a táborban. 25-en voltak, reggel jöttek, tehát 7 órától, programtól függően 5-6-7 óráig tartott a napi program. Próbáltuk változatossá tenni a programot, hiszen első nap a Városi Múzeumban látogattunk, aztán a Fóli Arborétumban vonatoztunk el. Harmadik napon vendégünk Kálnai Adél volt, a Titkok egy régi kertben című könyvnek az írója. Vele találkozhattak itt a gyerekek. Kézműves foglalkozások tarkították a programot, valamint a tóparton köztéri szobrok és emléktáblák közt barangolhattunk. Csütörtöki napon a Városi Televízióban látogathattunk, ahol Kovács Melinda főszerkesztő mutatta be nekünk a legújabb fejlesztéseket. A Városi Könyvtár megpróbálta a lehető legkisebb összegből kihozni ezt az egyhetet, tehát 10 000 forintban benn volt egy egész napos kirándulás, 3-szori étkezés, és megpróbáltuk minél változatosabbá tenni a gyerekek egész napját, hiszen a kézműves foglalkozásokon keresztül a különböző intézményekben folyó munkán át. Hogy tetszett a nyári tábor? Jó, nagyon jó volt. Mi tetszett a legjobb? Hát a mai vetélkedő. Mit kellett tudni ezen a vetélkedőn, hogy ügyes légy? Hát így. Menni kellett ilyen állomásokra, és ott mindig kaptunk ilyen kis kérdéseket, és arra meg kellett válaszolni a választ. Hogy tetszett a nyári tábor? Nagyon jó volt. Mi tetszett benne a legjobb? Amikor elmentünk a Fóli Arborétumba. Mit láttál az arborétumban? Volt egy csomó fa, játszótér, és nagyon jó volt. Nagyon tetszett mindenkinek. Nézzük főbb híreinket röviden. Rend a Kessler háznál. Önkéntesek a tiszta környezetért. Vélemények a választásról. Sajtótájékoztató a Városházán. Titkok a könyvtárban. Lezárult a nagy sikerű tábor. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!